Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm a Pax Televízió nézőit. Önök a Pásztor válaszol bővebben című műsort láthatják. Ez a műsor minden második csütörtökön este 8 órától látható a Pax Televízió műsorán. És egy-egy ilyen alkalommal körüljárunk egy témát, ami vagy aktualitása folytán került terítékre, vagy pedig azért, mert az izgat bennünket, amiről éppen beszélgetünk, vagy pedig valamelyik keresztény ünnepkörhöz kapcsolódik, vagy eseményhez. Úgyhogy ma este a témának megfelelően hívtam két vendéget, akiket mindjárt bemutatok, de előtte a kedves nézőknek még szeretném elmondani, hogyha önök általában elégedettek és tetszik önöknek a Pax Televízió műsor kínálata, akkor adományaikkal tudják támogatni, hogy ilyen műsor is, meg ehhez hasonló műsor is készülhessenek. És a képernyőn megjelenik egy számlaszám, amire elküldhetik az adományokat, és a Pax Televízió stábja köszön minden egyes adományt. Nos, tehát ma este nagyon izgalmas kérdésről fogunk beszélgetni. Közeleg az eukarisztikus világtalálkozó, 52. a sorban, és éppen Budapesten lesz 2020-ban. Úgyhogy ez már sok helyről hallható, írott és elektronikus médiában egyaránt. És ennek kapcsán, amiről szól ez az egész, ennek a bibliai alapjairól fogunk beszélgetni. És ennek megfelelően a mai beszélgető partnereim teológusok, tanárok, hogy nem mondjam hitvédők, de gyakorlati lelkészek is, tehát gyakorló lelkészek is. És így szeretném köszönteni Rozgonyi Botond barátomat, akit már több-több évtizede ismerek. Ő pünkösdi lelkipásztor és a pünkösdi teológiai főiskolán tanár. És szeretném köszönteni Nagy Gergelyt, aki református lelkész és teológus. Sok minden más is, majd ő erről fog beszélni, mert azt szeretném először is a témát, az alcímét is részletesebben elmondanám önöknek, kedves nézők, hogy a vendégeimtől egy rövid bemutatkozást szeretnék kérni, és abból talán többet meg tudunk a részletekről is. Egy olyan 4-5 percben beszéljetek önmagatokról, személyes hitrejutásról is, illetve hogy miért éppen ott vagytok az életben, ahol vagytok, és hogy érinti ez, vagy hogy kapcsolódik ez ahhoz, hogy éppen ma ebben a műsorban vagytok, mert azért teológusként kértelek benneteket, úgyhogy majd én is figyelek, mert én nem nevezném magamat annak. A Bibliát kutatom, és igyekszem megérteni, és ezért én is nagy várakozással vagyok a mai műsor előtt, úgyhogy kérem akkor röviden 4-5 percben beszéltek magatokról. A nevem már elhangzott, Rozgonyi Botond vagyok, és valóban évtizedek óta ismerjük egymást, nem is tudom pontosan meghatározni, mikor találkoztunk először. 82 környékén, igen, valahogy így. Valahogy igen. Úgy, valahogy úgy. Tehát református gyermekként nőttem fel, jártam szüleim révén rendszeresen templomba, de a konfirmáció valahogy számomra kicsit megfoghatatlan volt. A lelkészem azt tanította, hogy amikor konfirmálok, akkor a Szentlélek leszáll rám, és új emberré leszek. Én ezt nagyon komolyan vettem, és vártam, hogy na, megtörténik. Aztán megtörtént a konfirmációi vizsga, ünnepség, lelkész megáldott, és semmi változást nem tapasztaltam az életemben. De Isten valószínű látta azt, hogy én kereső ember vagyok, és komolyan vettem, amit ott tanultam. Úgyhogy nem sokkal utána találkoztam olyan hívőkkel egy kis házi körben, akik nekem szegezték a kérdést, hogy Botond, te keresztény vagy? Mondtam, hogy persze. És mire alapozott? Kérdezték. Mondtam, hogy megkereszteltek. Mikor kicsi voltam, konfirmáltam 14 évesen, és hát most is még 14 éves vagyok, de önként járok templomba. Úgy gondoltam, hogy ennél többet nem lehet kívánni 1972-ben egy 14 éves református fiatalembertől.
Mondták, hogy ez még nem elég. És utána arról beszéltek, hogy ők találkoztak Jézussal. Ez nekem nagyon furcsa volt. Nem tudtam ezzel mit kezdeni, de láttam, hogy valami van nekik, ami nekem nincs. Utólag ezt így tudom megfogalmazni, hogy boldogok voltak, mert ők tényleg találkoztak Jézussal. És azt mondtam, ha ez létezik, én ezt ki akarom próbálni. Hát ez nem túl mély életodaszánás, de akkor imádkoztam egy lelkipásztor testvérrel, és átadtam az életemet Jézusnak, megvallottam a bűneimet, átéltem, hogy bűnbocsánatot nyertem, és tényleg megváltozott az életem. Attól kezdve szólt hozzám Isten igéje. Napi eledelem lett. A Szentírásból tapasztaltam a személyes vezetését. Megtérésem után másfél évvel részesültem a Szentlélek keresztségben, és a nyelveken szólás ajándékában is. Majd 18 évesen, illetve 16 évesen kaptam az elhívást Istentől, hogy legyek lelki pásztor. Először tiltakoztam ellene, hogy nekem más terveim vannak, de végül beadtam a derekamat, és így érettségi után a református teológiára kerültem. Nagyon szép évek voltak ezek, sokat tanultam, sok hívő testvérrel megismerkedtem, ott személyes ima közösséget tudtunk kialakítani, de hát abban az időben, a 70-es években, 80-as évek legelején, hát nem volt nagyon jó ajánlólevél az, hogyha egy református teológus Szentlélek keresztelt és nyelveken szól, ráadásul megtérésről is beszél. Úgyhogy végül is, mikor 5 éves voltam, a fél év lezárása előtt nem sokkal egy ilyen kisebb egyház vezetői beszélgetés során, hát az végeredmény született, hogy lezárhatom a 10 félévemet, de már lelkészképesítő vizsgára nem menjek. Úgyhogy így lettem a pünkösdi egyház, akkor evangéliumi pünkösdi közösség lelkipásztora. Egy néhány évig Kiskörösön voltam, aztán Szegeden kezdtem egy gyülekezet alapító munkába. 82-től 89-ig voltam Kiskörösön, 89-től 2015-ig szolgáltam lelkészként Szegeden. 2008-tól viszont meghívtak a teológiára, pünkösdi teológiára tanítani, és azóta ott rendszeres teológiát tanítok. Természetesen a családom egyéb oldaláról, hogy megnősültem, a feleségem is teológiát végzett hívő asszony, 3 gyermekünk született, akik már mind felnőttek. Köszönöm. Gergely, akkor légy szíves, te is mondd el, hogy jutottál eddig. Nekem nem lesz olyan hosszú és szép életutam, vagy a bemutatkozásom, mint a kedves barátomnak, ugyanis én 30 éves vagyok még, csak úgy, hogy nem volt lehetősége mennyi mindent megélni. De ugye, ahogy elhangzott, Nagy Gergelynek hívnak, és én Sátoraljaújhelyben születtem, ott is nőttem fel, félig református, félig katolikus családban, és majdnem római katolikusnak kereszteltek, egészen későn, 10-11 éves koromban lettem reformátusnak megkeresztelve, Sátoraljaújhelyben konfirmáltam, ott is érettségiztem, szinte végig a gyülekezet tagja voltam, és az érettségi után azonnal elkezdtem a teológiai tanulmányaimat, nem feltétlenül azért, mert kaptam valami mély elhívást, vagy megszólított úgy Isten, hogy egy gyülekezet vezetőnek kell majd a jövőben lennem. Egyszerűen az emberek is érdekeltek, szerettem emberekkel foglalkozni, és érdekelt a teológia is maga, mint tudomány. A teológia alatt viszont, bár tanultam és jól tanultam, a teológiai képzés, vagy a teológia tanulása az mindig egy picit nyűg volt számomra. És igazán szerelmes akkor lettem a teológiában, amikor én elvégeztem azt 2015-ben Sárospatakon. Ugyanebben az évben felszenteltek novemberben lelkészi. És elkezdtem Budapesten a szolgálatomat. Zuglóban 3 évig hitoktattam, és helyettes lelkészként dolgoztam. Még ami ehhez hozzátartozik, hogy 2013-ban
elvettem a mostani feleségemet, megházasodtunk, aki viszont nem lelkészi családból jött. Azon túl, hogy a szülei reformátusok, presbiterek, nem volt egyéb köze az egyházhoz. Szóval itt éltünk Budapesten, én itt dolgoztam, és megalapítottam tavaly évben egy kálvinista apologetikai társaság nevű csoportot, ami remélhetőleg idén egyesület lesz, aminek a keretében hitvitákat szervezünk, cikkeket írunk, és igyekszünk népszerűsíteni a teológiát, ugyanis én meg vagyok arról győződve, ahogyan az egyik kedvenc lelkészem R.C. Sproul mondta, hogy mindenki teológus, aki keresztény ember, az teológus, hiszen aki olvassa az igét, elmélkedik az Úr dolgain, az bizony Istennel foglalkozó teológus ember, akár egyszerű, még ha ezt is szabad mondani, képzetlen, teológiai képzetlen keresztény. Ezeken a hitvitákon, vagy az elmúlt másfél évben volt alkalmam a római katolikusokkal vitákat folytatni, olyan kérdésekben, mint amiről ma is szó lesz, például akár az eukarisztia, akár a pápasság, a purgatórium, a sola scriptura tana, illetve ateistákkal foglalkozom még az ateizmus kérdéseivel, és novemberben, a következő hónapban, ha Isten is úgy akar és éltet, akkor az első muszlim-keresztény hitvitát is le fogjuk folytatni Magyarországon, amiknek a célja minden esetben az, hogy az igazságot keressük, hiszen nincsen két igazság, és jobban megismerjük a másikat, és jobban megismerjük a saját hitünket, azt, hogy miért vagyunk mi keresztények, hogy kerülünk mi abba a helyzetbe, ahol vagyunk, kiben kell hinnünk, mit kell hinnünk, hiszen ezekről mind-mind tanít a Biblia, és arra is szólít fel minket a Szentírás, hogy kutassuk, keressük Isten dolgait, hiszen a legboldogabb ember az, aki ezekkel foglalkozik. És amellett, hogy ezt tulajdonképpen szabadidőmben csinálom, idén kezdtem el a tanulmányaimat a Károli Gáspár Református Egyetemen, doktori képzésben, ahol szintén a témám a római katolicizmushoz kapcsolódik, és a II. Vatikáni zsinathoz, illetve a 11. kerületben dolgozom, mint hitoktató tanár egy római katolikus általános iskolában, és az ottani gyülekezetekben Albertfalván és Kelenvölgyben, mint helyettes lelki pásztor. Úgyhogy nagy vonalakban szerintem ennyi. Hát köszönöm nagyon a bemutatkozást, én nagyon élveztem, bár nagyjából úgy tudtam Botonnak az életrajzát, de nagyon örülök, hogy ilyen részletesen elmondtad a megtérésedet, a belső vívódásaidat, ami oda vezetett, meg utána is, hogy mi történt veled, ezek izgalmas dolgok. A kedves nézők előtt már többször elmondtam, hogy én is református gyökerekből származom, úgyhogy most ez úgy jön itt össze, hogy itt három református gyökerű, ha még nem is ott lett utána az életünk további kiteljesedése, ha így tetszik, hanem más egyházak keretében, de ebből az egyházból indultunk. És ebben a műsorban jó lett a téma, és amiről beszélünk, az igazából ehhez az eseményhez kötődik az eukarisztikus világkonferenciához, világtalálkozóhoz, bocsánat, ugye ez a kongresszus. Konferencia. Kongresszus. Kongresszus. Igen. Akkor szavazzuk meg. Jó, eukarisztikus. Pedig készültem, de hol így, hol úgy említett, az engem is összekavar. Tehát arról fogunk beszélni, ami hát ugye vegytisztán katolikus, és ugye föl is vetődött, amikor beszélgettünk arról, hogy miért nem hívunk meg katolikus testvért is. A műsoromban már többször voltak katolikus testvérek, és mindig nagyon örülök, ha itt vannak, meg nyilván azért hívom meg őket. De úgy gondoltam, hogy most nem arra akarom én sem kiélezni ezt, hogy most mindenem őket bántsuk esetleg ezzel, csak mivel nagyon nagy média túlsúlyt kapnak, bocsánat, a napi esetek politikában sokszor hallott szavaktól, de én most nem arról beszélek, de azért ez a valóság, hogy nagyon sok szó esik erről, és ennek a bibliai háttere kevésbé jön ki, legalábbis a protestáns vonalak kevesebb hangot kapnak ebben. És igazából nekem a kérdésem és az egész beszélgetés arra irányulna, hogy ennek a bibliai alapjait nézzük meg, hogy hogyan értelmezik, hát egy kicsit beszéljünk arról is, hogy a katolikusok, ugye, de a protestánsok is hogyan értelmezik az eukarisztiát, illetve nem is igazán úgy hívják, hanem úrvacsorát. Tehát ezeket fogjuk körbejárni, és talán a nézőket is arra fogja ez buzdítani, hogy,
hogy ahogy azt hiszem, Gergő, te is fogalmaztál, hogy keressék az igazságot, kutassák a Bibliát, és ilyen értelemben valóban mindenki, aki forgatja a Bibliát, gondolkozik rajta, imádkozik, hogy jobban megértse, az már végül is teológus, és ezért ez is a cél lenne ennek a műsornak, célja lenne, hogy önök is próbáljanak ennek utána nézni, mert hát ez a legizgalmasabb dolog, Isten igéjét kutatni. Úgyhogy történelmi távlatban azért kérlek benneteket, hogy röviden valamelyikőtök foglalja össze, hogy ugye ez mikor kérdőjeleződik meg a középkorban, akár tehát az eukarisztiának az a módja, ahogy ugye történt és történik ma is a katolikus egyházban, illetve a protestáns vonalak aztán ezt hogyan értelmezték. Tehát erről is beszéljünk, illetve arról, hogy ezeknek a hátterében milyen, ha úgy tetszik, hatalmi megfontolások is azért lapulnak, hogy miért nem változnak bizonyos nézetek sok időn keresztül. Hát ez most eléggé becsomagolt volt a mondatom második része, de újra mondom, nem az a cél, hogy bántsuk katolikus testvéreinket, akikkel egy hitvallást vallunk, és ezt mindig nagy örömmel mondom el, bárkivel találkozom, mert a hiszek egy, ugyan mi nem ismételgetjük, még annyiszor sem, mint neoprotestánsok, tehát szabad keresztények, vagy akár mondhatom a pünkösdiek sem, hogy a hiszek egyet elmondjuk ilyen liturgikusan, talán a református egyházban ezért bizonyos értelemben jellemzőbb, már a protestáns körökön belül, a katolikus testvéreknél meg még inkább, tehát, de ez közös, és úgy gondolom, hogy ha ezt valljuk, akkor van egy nagy közös alapunk. De ezzel együtt azért fontos, hogy belemenjünk a részletekbe, pontosan ennek a világtalálkozónak a aktualitása kapcsán. Amit érdemes már az elején leszögezni, hogyha erről gondoltunk, hogy milyen történelmi távlatokban kell tekintenünk, akár az úrvacsorára, vagy az eukarisztiára, mert eukarisztiának bátran nevezhetjük mi is azt, amikor ezzel a sákramentummal élünk, hiszen ez egy bibliai fogalom. Hálaadást jelent, mi is hálát adunk mindig az úrvacsorakor. Isten kegyelmiért. Viszont fontos azt látni, hogy ez nem egy 16. században kirobbant kérdés, ugyanis már az ősegyházban sem volt egyetértés abban, hogy hogyan kell értelmezni Jézus szavait, és hogyan van a mi megváltunk jelen, ha egyáltalán jelen van az úrvacsorában. És ami érdekes, hogy a mai római katolikus nézet, ami dogmává maga a transzubstanciáció, az elemek átlényegülés, amiről majd beszélni fogunk, dogmává 1215-ben a lateráni zsinaton lett csak elég későn, és addig kisebbségben volt ez a nézet az őskeresztényeknél, az ősegyházban egészen odáig. Rendkívül sok vita volt azon, hogy misztikusan van-e jelen Jézus, csak emlékvacsora ez, vagy ténylegesen átlényegülnek az elemek. Ez nem volt egyértelmű, ezt a 13. századi zsinat döntött el. És ami érdekes, hogy még olyan pápákat is találunk az egyház történelemben, akik azt vallották, hogy a kenyér és a bor csak szimbólumai Jézus Krisztus testének és vérének. Ilyen volt például Gelázius pápa az 5. században, aki azt mondta, hogy nem szűnik meg a kenyér és a bor, a kenyérnek és a bornak a szubstanciájával bírni. Tehát nem volt ez olyan egyértelmű kérdés, és ugye a reformáció sem tette nagyon egyértelműbbé, legalábbis a protestáns oldalon, hiszen rengeteg különböző úrvacsora értelmezéssel találkozunk, kezdve az evangélikusoknál a konszubstanciáció, ugye nálunk kálvinistáknál, reformátusoknál az unió misztika, illetve a cingliánus oldalon az emlékvacsora. Tehát ezeket a teológiai fogalmakat, főleg ugye elhangzik latinul, azért próbáld megmagyarázni, hogy azok a nézők, akik nem annyira jártasak a teológia mélységeiben, akkor azt azért tudják venni. Tehát a római katolikus nézet az úgynevezett transzszubstanciáció, ami annyit jelent, hogy átlényegülés. Ez az arisztotelészi filozófiában gyökerezik, ez a szó is az a gondolat, és nagyon egyszerűen annyit jelent, hogy minden elemnek, akár egy pohárnak, akár egy könyvnek, bárminek van akcidenciája, ahogyan az kinéz, és van egy szubstanciája, ami meghatározza annak a lényegét, hogy ez miért pohár, az miért könyv, miért vagyok ember. És az eukarisztiában, a misében, a
kenyér és a bor szubstanciája, a lényege, az megszűnik kenyérnek és bornak lenni, és valóságosan Jézus Krisztus testévé és vérévé válik, válnak a jegyek. És így van testileg, szó szerint testileg jelen Jézus Krisztus a misében. Az evangélikusok... Itt azért egy kicsit közbevetnék, mert ma, hogyha a szubstanciáról beszélünk, akkor tulajdonképpen a mai ember ez alatt a teljességet érti, holott a római katolikusok, amikor szubstanciáról beszélnek, és nagyon jól mondtad, hogy az akcidensek és a szubstancia megkülönböztetendő, bár nagyon sokan úgy gondolják, hogy mikor a kenyér, illetve ostya és a bor átváltozik Jézus testévé és vérévé, de nem materiálisan változik át. Bár volt olyan nézet egyébként a lateráni zsinat előtt is, aki azt mondta, hogy szenzualiter, tehát érzéki módon átváltozik, de végül az a nézet győzött, hogy csak a szubstancia, tehát a lényeg változik át, de az akcidensek minden megmaradt. Tehát hogyha mikroszkóp alatt megvizsgáljuk, a matériája az továbbra is ostya matéria és bor matéria, csak az arisztotelészi ontológia szerint a szubstancia határozza meg, hogy mi micsoda. Az összes többi csak a tulajdonság, az akcidens. Például az alak, a szín, az anyag, a darabszám, ezek mind az akcidensek közé tartozik. Tehát... Igen. Hogyha mélyebben belemennénk, akkor igen, ezt látnánk. Bár itt felmerülne az a kérdés, hogy mi van azokkal az eukarisztikus elemekkel, amik az eukarisztikus csodák alatt, amikor ezek megtörténnek, vannak ugyanis ilyen beszámolók állítólag a római katolikus egyházban. Ténylegesen ugye Jézus testévé szívdarab. Igen, de ez nem az egyház tanítása. Igen, igen, de amit most itt kifejtettél, az tulajdonképpen itt gyökerezik minden. Ugye, míg a luteránusoknál, az evangélikusoknál, az úrvacsorában, az eukarisztiában is jelen van ugyanígy szubstanciájában, lényegében, valóságában Jézus, ezt konszubstanciációnak nevezik, tehát az evés pillanatában vagy a jel fölött, vagy a jelben, de ott van testileg is Jézus Krisztus. Mert mint szubstanciálisan. Mint szubstanciálisan, testileg, igen. És a luteránusoknál viszont a kenyér és a bor szubstanciája nem változik meg, hanem az megmaradt kenyér és bor szubstanciájának, csak Jézus Krisztus testének, vérének szubstanciája is jelen van, időlegesen csatlakozik, és ez egy óriási különbség. De igen, visszaadom a szót. Bocsánat, hogy beleszólok. Semmi, ezért vagyunk itt, és így lesz kerek az egész. Én is nagyon figyelek, mert azért ilyen részletekig én nem ismerem, és tanulok, igen, mondjátok. A kálvini református teológia szerint is jelen van Jézus Krisztus az úrvacsorában, de nem testileg, hanem a szellemével, az ő lelkével, misztikusan az úrvacsorában. Ezt Kálvin úgy fogalmazta meg, hogy úgy képzeljük el ezt, mint a napot. Amit látunk, ugye Jézus is fenn van a mennyben, ott ül az Atya Isten jobbján a Biblia szerint, de mégis, mint a napnak a sugarai hatnak ránk emberekre itt a Földön, úgy az úrvacsorában Jézus is velünk van, és hat, és hitet ébreszt bennünk, megerősíti a hitet, és jelen van közöttünk. Tehát nem tűnik el Jézus Krisztus az úrvacsorában, csak misztikus módon lelkileg van jelen. És van egy utolsó ága az úrvacsorai felfogásnak, ez a Zwinglianus, ami tulajdonképpen nagyon egyszerűen csak annyit mond ki, hogy ez az egész, ami történik az úrvacsorában, az eukarisztiában, az semmi más, mint egy emlékvacsora, egy emlékezés Jézus Krisztus áldozatára, és a hívőkben, magukban játszódik le az a folyamat, ami által ez a hitüket éleszti, ébreszti. Hogyha így a történeti alakuláshoz visszakanyarodunk, mert tulajdonképpen most, amiről beszéltünk, ez az, ami mondjam így, hogy nyugvópontra jutott Trident után, ha beszélhetünk nyugvópontról, de azért sokkal messzebbre nyúlik ennek a története, mint ahogy említetted is. Az átváltozás maga, mint fogalom, az a teológiai gondolkodásban a kezdetektől fogva ott van. Csak hogy mi változik, ez mindig nagyon kérdés volt. Az úrvacsora az alapvetően egy kultikus vacsora, kultikus étkezés, egy közösségi alkalom, a kenyér közös megtörése,
És a korintusiakhoz írt első levélből azt is tudjuk, hogy ez bizonyos értelemben közös étkezés volt, és a közös étkezés egy része aztán átalakult az eukarisztiává, amikor is hát megáldották a kenyeret, visszaemlékezve az utolsó vacsorára, megáldották a bort, és akkor így már úgy fogyasztották, hogy mint Jézus Krisztus testének és a vérének a jelképe, képe. Igen, bocsánat, ez ugye azt jelentette, hogy egy átlagos étkezési vacsora egy időszegmensében, ugye igen, most, igen. Ott, ha már összejöttünk és hiszünk, akkor megemlékezünk a mi úrunkról. Csak azért, hogy ezt így pontosítsuk, mert igen, pontosan ugye, erről van szó, és Pál apostol ezért is korholja a korintusiakat, hogy akkor. Hát akkor ne azért jöjjetek, hogy egyetek az egyik dőzsöl, a másik éhezik, mert mindenki előveszi azt, amit hozott, és akkor ez nem az Úr vacsorájával való élés, ahogy ő mondja, hát otthon egyetek azért, hogy jól lakjatok, amikor összejövünk, hogy Úr vacsorával éljünk, ennek más a szerepe. Na és tulajdonképpen az egyik átváltozás, amire az egyház kezdettől fogva odafigyelt, hogy ez a közös étkezés, ez átváltozik egy közösségi alkalommá. Tehát az étkezés egy közösségi alkalommá változik, ami egy istentiszteleti alkalom. A másik átváltozás, amiről beszélnek, hogy a hívek változnak, miközben úrvacsorát vesznek. És a harmadik változás, ami végül is a római katolikus tanításban megjelent, hogy a jegyek maguk változnak át. Érdekes, hogy Ambrózius már a IV. Században arról tanított, hogy a jegyek átváltoznak Krisztus valóságos testévé és vérévé. Ambrózius tanítványa pedig Augustinus, pedig éppen azt mondta, hogy nem a jegyek változnak, a jegyek azok szimbólumok, hanem Krisztus testére itt úgy kell gondolni, hogy te vagy a Krisztus teste, aki élsz az úrvacsorával, és neked kell átváltoznod. Tehát Augustinus pedig ezt az oldalát, ezt az átváltozást hangsúlyozta. És a protestáns megközelítés azért nagyon Augustinus gondolkodására épít, és akárhogy is beszélgetünk arról, hogy Krisztus hogyan jelenik meg az úrvacsorai jegyekben, vagy jegyekkel, a protestáns gondolkozás mindig arra helyezi a hangsúlyt, hogy nem a jegyek változtatnak bennünket, és nem a jegyek viszik véghez bennünk a változást, hanem mikor hit által élünk a sákramentumi jegyekkel, aközben Jézus bennünk véghez viszi a változást. És ezt az átváltozást tulajdonképpen a protestánsok továbbra is hangsúlyozzák. Ahogy beszélgettünk erről korábban is, Zwingliről szokták mondani, hogy az ő számára az úrvacsora az pusztán emlékvacsora, de ez nem igaz igazából, mert Zwingli is úgy tartotta, hogy Jézus jelen van, csak nem a jegyekhez kötötte Jézus jelenlétét, hanem a híveknek a hitéhez kötötte, és a hívek hite által Jézus, miközben a hívek a golgotai áldozat emlékére veszik az úrvacsorát, közben Jézus megváltoztatja a hívőket belülről. És erre a változásra Zwingli is nagy hangsúlyt helyezett. Igen. Még ha visszatérnénk oda a igei alapjaihoz, hogy tulajdonképpen az úrvacsora, vagy eukarisztia, az igazából Jézus egyszerű és tökéletes áldozatára most ilyen-olyan módon való visszautalás. Egy kicsikét beszéljünk arról, hogy ez hogy néz ki a protestáns értelmezésben, mert én legalábbis oda jutottam megfigyelés alapján, és lehet, hogy nincsen igazam, hogy, és ebben a műsorban is x-szer előfordult, hogy nagyon aranyos, idős nénik, akik az egész életüket a katolikus templomban töltötték, és kétségei vannak, hogy valamilyen elég jót tette ő ahhoz, hogy a mennybe kerüljön, és
meggyőződésem, hogy fantasztikus, szép életet él, tehát érződik a hozzáállásából, meg az igyekezetéből. De mégis egy óriási bizonytalanság van benne. Jó, tudjuk, hogy ugye nem cselekedetből, hanem hitáltal, erre ez is egy válasz protestáns oldalról, de általában kiszokott jönni, hogy az a probléma, hogy ugye a Szent Misében, ugye az Eukarisztiában, ami a Szent Mise egy része gyakorlatilag, az, tehát, hogy kvázi Jézus újra meghalt. Tehát ugyan most nagyon leegyszerűsítem, de ez is benne van. Tehát tudom, hogy nagyon le van egyszerűsítve. Én körülbelül már 15-ször próbáltam végigrágni magamat azokon az értelmezéseken. Hát valószínűleg közepes képességeim nem elegendők hozzá, hogy én azt fölfogjam. De számomra az úgy tűnt, hogy ez is az is. Tehát úgy minden együtt, hogyha valaki innen mondja az, ha onnan mondja az, tehát úgy minden benne van. És ez a... Tehát egy egyszerű hívő számára nem világos, hogy Jézus kifizette a teljes váltságdíjat a kereszten. És nem kell újra áldozatot bemutatni, mert az az egy áldozat, az eltörölte a bűneinket. Időben vissza, akkori jelenben, és mindenkünk is azért van bűnbocsánatunk, nem azért, mert én könnyes bűnbánatot tartok, amikor megtérek, meg megvallom a bűneimet, vagy meggyónom a bűneimet, vagy mindegy, hogy milyen formátumban, hanem az az egy áldozat, az atya szemében elegendő volt, mint váltságdíj az egész emberiség bűnéért, és ott már megbékélt az egész világgal. És ha nincs meg az emberben ez a bizonyosság és ez a tudat, akkor teljesen elbizonytalanítja, hogy júj, vasárnapig nehogy, mit tudom én, világvége legyen, mert akkor én megyek a pokorra, mert még azt nem vallottam meg, és akkor majd a Szent Mise keretében. Mert beszélek a katolikus testvéreimmel, osztálytársaimmal, és állandóan ezek a kételyek nagyon sok ilyennel találkozom. És abszolút nem bántásként mondom, sőt, inkább nagyon sajnálom, és mindig szoktam mondani, hogy valószínűleg te sokkal pengébb vagy, mint én, bár igyekszem én is, jelentem, igyekszem, de meg nem is erről szól, hogy most összehasonlítsuk egymást, hogy most, mert ennek úgy sincs vége, meg ennek nincs is értelme, meg... Hanem pont azért, mert a Szikla Szilárd, hál' Istennek, az ige alapján a hitem abban, hogy az egyszeri áldozat a Jézusnak elegendő volt. És ezért van nekem üdvösségem, mert én ezt elhiszem. Ennyi. És ez ilyen végtelenül egyszerű. Valaki betelefonált ebbe a műsorba, és azt mondta, hogy tényleg ez ilyen egyszerű? Mint ahogy ott írva van, mondom, igen, ez tényleg ilyen egyszerű. És igazából én erről szeretném, ha mondanátok pár gondolatot, ugye Jézus egyszeri áldozatáról, és akkor az Eukarisztia fényében, illetve és a gyakorlati fényében, hogy így mondjam, tehát az értelmezés, ami körülveszi ezt, illetve a protestáns körök értelmezése. Igen, ez nagyon fontos, hogy felmerült ez a kérdés, és tényleg talán hangsúlyosabbnak is kell lennie ennek az oldalának, a kérdésnek, az Eukarisztiának, az áldozati jelleg oldalának, mint magának az átváltozásnak, vagy átlényegülésnek. Nagyon egyszerűen is ez egy általános félreértés, hogy a római katolikus misében Jézus nem újra és újra és újra feláldozzák, hanem a jelenbe hozzák tulajdonképpen Jézus Krisztus múltban bemutatott áldozatát. És hogy mi a különbség a két felfogás közt, azt nagyon szépen érzékelteti a Heidelbergi káténk, ami a Református Egyház egyik hivatalos hitvallása, ami ugye szépen elmondja, hogy bizonyságot tesz nekünk, ahogyan te is említetted, a mi szívünkben az úrvacsora arról, hogy mi Jézus Krisztus egyszeri és tökéletes áldozatának az eredményében, a hatásában, abban, hogy új életre támasztott fel bennünket, abban mi is részesülünk. Megbizonyosít erről bennünket az úrvacsora, és hogy a Szentlélek által Jézussal egyesülünk. A mise ellenben azt tanítja, hogy az élőknek és a holtaknak sem, tehát itt már van egy ilyen kis különbség, ahogy említetted is, hogy majd a pokolba jutok-e, vagy a purgatóriumba, vagy a mennyországba, hogyha a meghalók gondolkodhatnak a katolikus hívek. A mise azt tanítja, hogy nem bocsáttattak meg az élők és a holtak bűnei Jézus Krisztus egyetlen egy áldozatával, hanem újra és újra azt a jelenbe kell hozni, fel kell ajánlani a papnak naponta Krisztust és az ő áldozatát, tehát felajánlás történik a misében. És hogy ugye, ahogyan az előbb beszéltük, Krisztus a kenyérnek és a bornak színe alatt testileg jelen van, és ezekben őt imádni kell, és ezért mondja, emiatt a két dolog miatt mondja a Heidelbergi K.T., hogy a mise az egy tulajdonképpen egy kárhozatos bálványimádás, ilyen erősen fogalmaz, ha magát
a szűk teológiai értelmezését nézzük. De van egy másik vonzata ennek, amit szintén említettél, hogy vajon mit tett Jézus áldozata a hívő emberrel. És tényleg nagyon egyértelműen fogalmaz az ige, a zsidókhoz írt levél szinte végig erről beszél, de kiemelten a 7., 9. és 10. részekben, ahol kimondja, hogy egyszer ment be Jézus a szentélybe, és ezzel az áldozatával, amit ő felajánlott és amit megtett, örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Tehát ránk már az Atya úgy tekint, mint akik tökéletesek vagyunk az ő szemében, minden emberi gyarlóságunk ellenére. Akik befogadták Krisztust. Igen, a hívőkre, az igen. A gyermekeire pontosan. És ez nem valami lehetőség, Jézus áldozata, nem egy lehetőség, amit majd én kiegészíthetek, akár a cselekedeteim által, akár azáltal, hogy részt veszek a misén, hanem ez a csodálatos, ezt már Jézus megtette a múltba. Ez az eltörölte, igen, eltörölte az én védkeimet, és tökéletes vagyok. Itt azért szeretnék megint egy kicsit pontosítani. Én azért a római katolikus áldozattal kapcsolatosan, mise áldozattal kapcsolatosan egy kicsit disztingválnék. A mai ember számára nagyon nehezen megérthető, ugyanis nagyon erőteljesen filozófikus háttere van a római katolikus értelmezésnek, ami már a reformáció korában is, hogy azt mondjam, a természetesen, úgy mondom, egyszerűen gondolkodó ember számára ez már nehezen megragadható volt. Arra a Heidelbergi K.T. 80. kérdés feleletére csak egy annyi, hogy az nem az első kiadásban jelent meg, hanem az ugye később, mikor a Tridentinum elítélte azokat, akik a reformációnak a luteri meg kálvini helvét ágához tartoztak, na utána került bele válaszlépésként. De ugye a mi egyházunk ezt fogadta el, illetve az a kérdés, igen. Hogy jogosan mondja azt, hogy tulajdonképpen, ha imádni kell azokat a jegyeket, akkor bárványimedást na itt jutottunk el egy olyan pontra, de először még az áldozat. Tehát nem megismételi Jézus áldozatát, ahogy ezt Gergő is említette, hanem a római katolikus dogmatikai tanítás azt mondja, hogy amikor vagyis a pap, az áldozó pap bemutatja a mise áldozatot, az eukarisztia áldozatot, akkor ott három dolog történik. Az egyik, hogy megemlékezünk Jézus Krisztus golgotai áldozatáról, másrészt jelenvalóvá teszi Jézus golgotai áldozatát, tehát nem új áldozatot mutat be, hanem ugyanazt az áldozatot mutatja be. Harmadrészt pedig megtörténik az applikáció, azaz a hívek részesülnek ennek az áldozatnak a jó téteményeiben. Na és a probléma ott adódik, amit így fogalmaz meg a biblikus teológiai szótár, amit 1970-ben adott ki Párizsban, most név szerint nem tudom, hogy kik, de a római katolikus tanítás jelenik meg benne, és ezt tanítja, hogy az az áldozat, amit a misén bemutat a pap, az ugyanaz az áldozat, csak a hely és az idő tényezői különböznek. Illetve az, hogy vértelen áldozat. Ez a másik, tehát hogy miért ugyanaz az áldozat? Mert a Golgotán az áldozat tárgya Jézus Krisztus volt, és az áldozat bemutatója Jézus Krisztus volt. És az eukarisztiát az úrvacsorában, illetve az eukarisztiában szintén Jézus ajánlja föl magát, és mivel ugye megtörtént az átlényegülés, ezért ott is az áldozat Jézus, de mivel ő ajánlotta föl magát, ezért ő az áldozat bemutatója. Csak még a golgotai áldozatnál Jézus egymaga mutatta be, addig a misén az áldozatot Jézus az áldozó pap által mutatja be, de ott is Jézus mutatja be. És ez a másik különbség, hogy a golgotai áldozatnál vérontás történt, a mise áldozatnál pedig vértelenül történik. De ez, hogyha valaminek a történetisége egyszer megtörtént a
az időben és a térben valamikor, ehhez nagyon elvont filozófikusan kell gondolkodni, hogy azt mondjam, hogy ugyanaz a történeti esemény van jelen egy másik helyen, másik időpontban, más módon. De a római katolikus dogmatika ezt ilyen filozófikusan ugyanúgy tartja. Csak ez a, hát hogy mondjam, a protestánsok számára, de merem állítani, hogy a legtöbb római katolikus számára is ez összezavaró tényező. És ezért másik, új áldozat, megismételt áldozatban gondolkodunk, és gondolkodnak legtöbben. Illetve ami még ezzel kapcsolatban érdekes, az az, hogy nem véletlenül nevezi a katolikus teológia az áldozatot felajánló papot Alter Christusnak, tehát egy másik Krisztus lesz, Krisztussá válik maga a pap, amikor ezt az áldozatát Jézusnak felajánlja. Illetve, hogyha belegondolunk abba, bár tényleg nehéz megérteni ennek az időbeli vonzatát, mikor ajánlotta fel Krisztus, hogyan kerül a jelenbe, de hogy abban egyetértünk a római katolikusokkal, hogy ezt a sákramentumot Jézus az utolsó vacsorán szerezte. És hogyha már ott ténylegesen a jelenbe hozta Jézus az áldozatát, amit majd egy nappal később mutatott be, már ott megtörtént a felajánlás és az áldozat bemutatása vértelenül, a véres áldozat előtt, akkor tulajdonképpen, ha következetesen ezt végigvisszük, oda kell, hogy kiukadjunk, hogy nem is lett volna feltétlenül szükség a véres áldozatra, hiszen Jézus már a jelenben bemutatta azt az áldozatot, amit ő a benne hívőkért meghozott. Mert ez megtörtént a Golgota előtt korábban egy nappal. Igen, én is jelentem ezt, olvastam tegnap, amikor készültem erre a mostani beszélgetésre ezt a gondolatsort. Ugyanakkor egy, ugye Botond is arra appellált, hogy ez annyira a filozófikus tágteret nyit, ahova nem igen lépnek be az egyszerű hívek, nem igen tudnak belépni, nehéz követni ezt a gondolatmenetet. Na most azért ez a nehézség megvan abban is, amit most említettél, Gergő, hogy mert ha jól értelmezem, akkor a protestáns, azaz a református értelmezésben is így jön elő, hogy ahogy elmondtad, hogy ez a, hogy lehet, tehát azért sákramentum, mert valamilyen formában jelen van Jézus a jegyekben, amiről már szóltunk, hogy értelmezte Luther, illetve Calvin, illetve Zwingli, erről azért már szóltunk a bevezetőben. Tehát ezt mennyire fogja fel egy átlag református, bocsánat, hogy ilyet kérdezek, mert ez is már, ha talán nem is annyira erőteljesen, mint a katolikus egyházban megjelenő magyarázat, de azért mégiscsak filozófikus területen mozog eléggé. Igen, nehéz az a kérdés. Ugye a legtöbb élménye egy hívő embernek, lelki élménye, hogy a két sákramentumunk közül az úrvacsorához kapcsolódik, mert ugye a keresztségére nem mindenki emlékszik, viszont rengeteg szervezzük az úrvacsorát, és átéljük azt, ami ott történik bennünk. Azt látom, hogyha csak kívülről figyelném az embereket, akkor talán mondhatnám azt, hogy nem igazán élik át azt, amiről az úrvacsorának szólnia kéne, ami ugye nem a hitünknek az elindítása, hanem a hitünknek az építése és megerősítése, ami néha-néha azért elgyengül mindenki életében. És annak a tudatosítása az emberben, maga az úrvacsora is, hogy mi Krisztus testének a tagjai vagyunk. És ez örömmel kell, hogy eltöltsön bennünket, már pedig a hívők többsége rettenetesen szomorú arccal járul oda az úrasztalához, minthogyha éppen őt készülnének úgy feláldozni, mint ahogyan Krisztus feláldozta magát értünk. De ezt a boldogságot, ezt talán nem mindenki éli át, pedig ennek kéne lenni a központban. A másik oldala ennek az egésznek, hogy vannak... Bocsánat, akkor miért van az, hogy nem? Tehát épp pont ezt akartam kérdezni, és te is ezt tényként tapasztalatból mondod, hogy a legtöbb hívő nem éli meg ezt a boldogságot, hanem kvázi ezzel a cselekedettel úgymond emlékezteti magát, hogy ő tulajdonképpen ez a hitének az alapja. Már ne haragudj, nem kötekedni akarok, csak végig gondolva az, hogy megy el, akkor megkönnyebbülve onnan el egy átlag hívő. Igen, nehezen. Hogy működik a gyakorlatban? Azért, mert nincsen hangsúlyozva, hogy
legalábbis a református egyházban talán eléggé, nagyon kevés igehirdetés van arról, hogy mi az úrvacsora, mit kell nekünk ott átélnünk, hogy mi az, ami ott történik. Nem biztos, hogy tisztában vannak ezzel az emberek, viszont az ilyen eukarisztikus világkongresszus is, ami például már volt egyszer Magyarországon, ezek mind-mind alkalmat adnak nekünk arra, hogy mi magunk is, ezért is vagyunk itt, elgondolkozzunk azon, hogy mi is a mi hitünk, és mi ez a legnagyobb jótétemény, amit Krisztus értünk tett, és újra felelevenítsük azt, hogy mi az eukarisztia, mi az, amiért mi hálát adhatunk ebben a sákramentumban. Istennek is miért kell, hogy bennünket ez boldogsággal töltsön, de valószínűleg nem nagyon tudatosul az emberekben az, hogy mi is az úrvacsora, hogy mi történik ott, hogy Krisztus hogy van jelen. És ezért lehet a... Szerintem ez nem annyira nehéz kérdés, mint például a római katolikus teológia mélységeibe belássa magát az embernek, hiszen hogyha hittel vesszük, akkor már a velünk közölt kegyelmet mi megéljük is. Így fogalmaz a második helmét hitvallásunk, hogy úrvacsora nélkül senki nem üdvözülhet. Anélkül, a sákramentum nélkül nem üdvözülhet senki, de ez nem azt jelenti, hogy anélkül, hogy valaki részt vett volna valaha az életében egy úrvacsorai közösségben, nem üdvözülhet és bizonyosan elkárhozik, hanem ahogyan Ágoston mondja, hogy a higgy és már ettél is, minek készíted a fogadat és a gyomrodat, higgy és már ettél is. Tehát amikor mi hitre jutunk, vagy megéljük a hitünket, vagy ilyen élményeket átélünk, akkor tulajdonképpen hasonló, vagy ugyanaz játszódik le a mi lelkünkben, aminek az úrvacsora alatt, úrvacsora vétel alatt le kéne, hogy játszódjon. Bennünk csak éppen nem egyénileg, hanem közösségben egy testtagjaként. Bocsánat, úgy fogom, hogy le kellene játszódni engem. Bevallom őszintén, egy kicsit ez zavar, mert... Ne haragudj, és nem kötekedni akarok, csak most megint, hál' Istennek én egyéni nagy vergődések után jutottam hitre, és én teljesen az egyén oldaláról szemlélem, és nem a teológiai oldaláról, és Isten... Itt szeretnék csatlakozni, igen, a kérdéshez, hogy tulajdonképpen a mai ember számára az nem kérdés általában, hogy hogy van jelen az úrvacsorában Krisztus. Bizonyos mértékig az eukarisztikus kongresszus is ezért jött létre, ha jól emlékszem, a 19. század második felében, hogy éppen az eukarisztikus jegyekben lakozó, benne lévő Krisztus tiszteletét elmélyítsék. És azóta is... Ez egy egyszerű hívő asszony indította... Igen, egy francia. Julián, igen. Na és tulajdonképpen az eukarisztikus kongresszusnak ez a lényege, hogy ráirányítsa a hívek figyelmét a konszekrált ostjában lakozó Istenre, és hogy az ő tiszteletére. Mert valójában a római katolikus hívek is ma már nem olyan módon gondolkodnak, mint a reformáció idején, tehát nem az emberek fő kérdése, hogy jelenik meg Jézus az úrvacsorában, az eukarisztiában. És én úgy gondolom, hogy a protestáns hívők sem ezen gondolkodnak. Például a református egyházban elég nehéz megmondani, hogy zwinglianus vagy kálvini tanítást követ a magyar református egyház. Mert mind a kettő párhuzamosan jelen van, ugyanis sokkal nagyobb hangsúly esik arra, hogy a bűnbocsánattal hogy van kapcsolatban az úrvacsora, és nem az, hogy Jézus hogy van jelen. És ez személyes tapasztalatom, hogy sok hívő ember úgy gondolja, hogy a bűnbocsánatot akkor kapja meg Istentől, amikor úrvacsorát vesz. Nem azon gondolkodik, hogy Jézus ott van-e, vagy nincsen, hogy valóságosan ott van, vagy Szentlélek által ott van, de ehhez, az úrvacsora vételéhez köti azt a hitbeli lépést, hogy nekem Jézus megbocsát. És a református úrvacsorai liturgia egyébként nagyon szép, amikor a lelkipásztor mondja, hogy hirdetem nektek bűneitek bocsánatát, de előtte van egy kollektív bűnvallás is, meg hitvallás is. És részben erre nézve mondom, hogy nyilván ezért is sokan olyan búslakodva vesznek részt, mert amíg a bűneim nincsenek megbocsátva, hát ugye nekem itt most bűnbánattal kell részt vennem az úrvacsorán, és majd utána
lehet örülni, csak hát... De bocsánat, tehát a bűn bocsánat kiirdetése az a vétel előtt történik. Az a vétel előtt. Ugye a kérdésfeleletekre való, megvalljuk a bűneinket, megvalljuk a hitünket, azt, hogy tudjuk, hogy itt mi történik, és akkor hirdeti a lelkész. Igen, de ez mégis az úrvacsorához kötődik, és én most nem arról beszélek, hogy most a liturgiában hogyan működik ez, hanem hogy a hívek gondolkodásában hogyan működik. És viszont van egy másik szomorú dolog, és ezt most úgy teszem hozzá, hogy szomorú, hogy aki igazán átéri a bűnbocsánatot, az valóban örülni fog. De attól, hogy valaki református, vagy evangélikus, vagy baptista, vagy pünkösdi hitben jár, ez nem jelenti azt, hogy tényleg abban a hitben jár, hogy Jézus nekem most megbocsát, hogy át is éli a bűnbocsánatot. Igen, ez teljesen világos, és én is, csak mivel titeket kérdeztelek, ezért én nem fűzöm hozzá, hogy nekem is komoly gondom volt gyerekként a konfirmációval, mert a lelkiismeretemmel volt gondom. Tehát én bűnvallást Isten felé azért tettem, hogy úgy konfirmálok, vagy úgy veszek úrvacsorát, hogy nincs teljes hit a szívemben. Ezt csak én magamnak fogalmaz. Én ott ezért bűnbánatot tartottam, és hogy bocsássam meg, hogy én a tradícióból, az elvárásokból, valószínűleg nekem, hogy mondjam, nekem volt már akkor is komoly hitem gyerekként, és ezt a református lelkésznek és elsősorban a feleségének köszönhetem természetesen, és mindig is hálával gondolok, abszolút hálával gondolok erre, meg anyukám kényszerítésére is akár hálával gondolok így utólag, de mégis az nekem lelkiismereti konfliktust jelentett, és tulajdonképpen ezért az úrvacsorától mindig volt egy, tehát én akkor szabadultam fel igazán, a úrvacsorára nézve is, már megtért koromban, tehát amikor 21 évesen élő kapcsolatra jutottam Istennel, hogy Krisztus mindenkor bennem van, nincs igazából az úrvacsorához kötve, hogy most történik a bűnök bocsánata, hanem Krisztus bennem él, én ő benne vagyok, ahogy Pál világosan beszél erről, és bármikor bűnbánatot tarthatok, amit gyakoroltam is, és gyakorolok mind a mai napig is, tehát hogyha valamit elrontok, akkor nem várom meg a következő úrvacsora vételt, hanem Isten bocsánat meg, most elengedtem egy gondolatot, és ebből született egy rossz mondat, bocsánat. Tehát nem várom meg a legközelebbit, és akkor ezt nem fogom megvallani a legközelebbi úrvacsorán, hogy akkor most számba veszem, hogy két héttel eltelt már, akkor most éppen mi van, hanem ennek a tudata, hogy ő egyszer mindenkorra kifizette a váltságot, egy hálaadást. Tehát bennem, mióta ezeket az igei alapokat én magamnak megértettem, és a szívemet fölemelte, tényleg hálaadással jelenek meg az úrvacsorán, hogy ahogy mondja is Pál, ugye, hogy a hálaadás porra, amit megáldunk. Azért, amit Isten tett, mert ez a mindennapokat teljesen átszövi számomra, és pontosan ez jelenti a hitélet alapját, számomra legalábbis. Úgyhogy még visszatérnék, van körülbelül még 4 percünk a műsor végéig, szintén tapasztalatból mondom, ami sajnos szomorú, de így volt, hogy egy többféle lelkészkör konfiguráció volt már így az elmúlt 30 évben, és nagyon jó együttműködés van többféle szinten mindenféle lelkészkörökkel, és ez egyre csak javul, aminek én magam is nagyon örülök. És voltunk egyszer, illetve az rendszeres volt abban az időben, ilyen lelkészköri találkozó, Budapest és környéki lelkipásztorok, éveken keresztül találkoztunk, és egy bizonyos katolikus csoportosulásból a vezetők együtt úrvacsoráztak velünk nagy örömmel minden, és akkor egyszer csak pár év elteltével, és ilyen gyakorlattal, hogy mindig közösen vettünk úrvacsorát, azt mondta ennek a csoportnak a vezető, hogy ő mostantól, és ez egy katolikus csoport, nem vesz úrvacsorát, mert ezt a püspök nem áldotta meg, és így ez így nem érvényes. És teljesen megütköztem rajta, hogy eddig miért nem volt ez probléma, illetve most miért probléma, nem az, hogy miért nem volt eddig probléma, miért probléma ez, hogy a püspök nem áldotta meg. És ez szomorúsággal töltött el, hogy ez egy választóvonal,
És ennek nem kéne így lennie. És hát eddig jó volt így, akkor most még nem jó így. Jó, hát ez most tőle kéne megkérdeznem, talán akkor lehet, hogy meg is kérdeztem, de a lényeg az, hogy azért ez azért valamilyen szinten most is fönnáll, és hát mit láttok, mi ennek a megoldása? Most itt nagy okosan hárman ezt, vagy főleg rátok alapozva hát igyekszünk megoldani, de mégis, hát miért ne? Ez elég bonyolult kérdés, mert igazából ugye az egyházi nyelven ezt interkommuniónak nevezik, és az, hogy különböző felekezetek együtt úrvacsorázhassanak, igazából ez teológiai háttértárgyalások tárgya. Na és a római katolikus gondolkozás éppen a transzubstanciáció, az átlényegülés, az átváltoztatás miatt nagyon szigorúan veszi azt, hogy az eukarisztiát, a mise áldozatot, amikor bemutatják, ahhoz a szent jegyeket, hogy így mondjam, konszekrálni kell, át kell változtatni. Mikor kimondja a lelkész a szereztetési igéket, hogy ez az én testem, akkor változik át, és ez csak a felszentelt áldozópap teheti meg. Tehát amikor egy ilyen felekezet közi, akármilyen hívő csoportban együtt vesztek úrvacsorát, és nem változtatja át az áldozó pap, akkor a római katolikus hit szerint nem történik meg az, ami egyébként a mise áldozatnál megtörténik. Tehát az ő számára ez nem ugyanaz az élmény, mint a te számodra, mert te ugyanúgy úrvacsorának éled meg, mint akár a saját gyülekezetedben, de ő nem éri meg ennek. És ráadásul egyházfegyelmi okai is vannak, az egyházfegyelem pedig azt jelenti, hogyha nincsen kimondva az egyházak közötti interkommunió, tehát a közös úrvacsora vétel lehetősége, és a lelkész mégis egy más felekezettel együtt vesz úrvacsorát, akkor egyházfegyelmi vétséget követel. Illetve azt is jó tudatosítani magunkban is, hogy amiről ma este beszéltünk, a római katolikus oldalról egy dogma, amit nem lehet megváltoztatni. Tehát nem történhet meg az, hogy az út két széléről majd középen valahol találkozunk, de amit mi protestánsként tehetünk, az, hogy hirdetjük mindig mindenkinek, akár ilyen kérdések kapcsán is a mi hitünket, ami az evangélium, ami tulajdonképpen két mondattal rövidre zárja a kérdést, ugye a zsidókhoz írt levélben, amiről szó volt már, ahol azt írja, hogy ezzel az akarattal vagyunk megszentelve egyszer is mindenkorra Jézus Krisztus megáldozása által. Minden pap naponként szolgálatba áll, és sokszor mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek eltörölni a bűnöket. Ő azonban, Jézus Krisztus, egyetlen áldozattal áldozva a bűnökért mindörökre az Isten jobbjára ült, és ott vár, amíg ellenségei a lába alá vettetnek zsámolyul, mert egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Ezt tudjuk mi tenni, hogy ezt hirdetjük. Köszönöm, ez végszónak is tökéletes volt, hiszen ez volt Isten igéje. Kedves nézők, elköszönünk, köszönöm nektek, hogy eljöttetek, és ilyen mélyrehatóan elemeztük ezt a témát. Isten áldja meg önöket, olvassák a Bibliát, keressék Istent, és egy csomó választ kapnak. Isten áldja önöket, viszontlátásra!